Az idei év sportolója gála egyik sztárvendége az olimpiai, világ és Európa bajnok gyorskorcsolyázó Hunyadi Emese, aki a napot ruhapróbával kezdte, s amelyre az NSO TV is elkísérte. De jól érzem magam. Lányos! Ruhapróbával kezdődött a nap, jön még a sminke és a fodrász. Izgatott vagy a mai nap miatt? Igen, és ez egy nagyon felemelő pillanat számomra, mert így most a sport pályafutásom után veszem észre, hogy mennyire fontos egy ilyen díj, ugye annak is, aki átadja. Én amikor atléta voltam, akkor több díjat átvettem, és hát ugye az ember ezért dolgozik, és ez a munkájának a gyümölcse, és nagyon örültem mindig, és büszke voltam, hogy díjakat vehettem át. De akkor igazából a másik oldalra soha nem gondoltam, hogy annak is, aki átadja, ez egy nagy dolog, hogy átadhatja. És ezért örülök én is, hogy ma ez a felemelő feladat jutott számomra. Lehet tudni, hogy kinek fogod átadni, melyik kategóriában? Titok. Állítólag ez egy nagy titok, én is sem tudok sokat róla, de remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog, és mindenki boldog lesz. Nem lehet, hogy éppen a rövidpályás gyorskorcsolyázók kategóriája, valamelyik kategóriája lesz az? Esetleg. Reméljük, minden sportoló, aki díjat kap, az megérdemli, és mindenkinek örülnék, hogyha mindegyiknek gratulálhatnék. Csak ugye hosszú. Ugye ez hosszú. Igen, és ott fölmegyek, és hasonlítom a színpadon. De hát az is érdekes. Az érdekes. Hát ha minden simán megy, kit érdekel? Kéket lehet, hogy nincs is ennek találnám. Szerintem, mondjuk legyen ez ma este. Igen. És akkor esetleg ez holnap? Aha, jó. Igen, szerintem ez nagyon-nagyon szép. Nagyon csinos. Jó, a fülbe való. Igen, tetszik. Hát, nagyon szépen köszönjük.